Hajnalimre később legendássá vált, lobbani, hogy természete már kezdő medikus korában megmutatkozott. Egy orvos szakmai vita elmérgesedése miatt még kardpárbajt is vívott a csoporttársával. A rendszer kérlelhetetlen kritikusának számított a háború előtt és után egyaránt, ahogy egy barátja mondta, született ellenzéki volt. Amikor a pártitkár kihelyezte a kórház folyosójára az első Lenin képet, Hajnal egy Szűz Mária oltárt rakott ki vele szemben. Ha eltávolítják a Lenin oltárt, leszedhetik a másikat is. Üzente és meg is tették a kedvéért. Nem ijedt meg a hatalom képviselőitől. Örülök, hogy látom, Hajnal elvtárs. Köszönt rá Ratkó Anna egészségügyi miniszter egy fogadáson. Miniszterasszony, válaszolt udvariasan Hajnal, ha ön engem elvtársnak nevez, a szavaknak nincs többé értelme. Egy kollégája megfigyelése szerint minél magasabban helyezkedett el valaki a tényleges vagy képzeletbeli ranglétrán, annál érdesebben bánt vele, időnként szinte gorombán. Legudvariasabban a klinika takarítónőivel szemben viselkedett. A medikusokkal is gyengéden vagy legalábbis kedvesen értett szót. A tanársegédeket leteremtette, az agyunktusokkal már szinte kiabált, de leginkább a hozzá közel állók szenvedték meg a véleményét. Karcos modorához különleges empátia is társult. A szívpanaszok miatt hozzáfordulók félelmeit mindig képes volt eloszlatni. Rátette a kezét a beteg szívére és azt mondta, itt vagyok, nyugodjon meg, és a szíve is megnyugszik. Kísértetésen emlékeztet édesapám történetére, aki szintén orvos volt, egy egészen csodálatos mellkassebész, és az ő habitusa ugyanez volt. Több száz üldözöttet vett fel betegként a klinikára, amely egy idő után annyira zsúfolt volt, hogy a folyosón is emberek aludtak. Amikor a csendőrök megpróbáltak razziát tartani a kórházban, Hajnal emelt hangon utasította ki őket. Itt nem zsidókat, hanem betegeket gyújtott. Nagyon fontos, tényleg, és ez nem közhely, nagyon fontos példát mutatni. Nagyon. Nagyon, és pont ezt kell tanítani, hogy lehet, érted, hogy lehet csinálni, és kötelességed is, és megtanítani az embereket arra, hogy mindenki a saját maga felelős a sorsáért. Tehát, hogy vége ezeknek az időknek, hogy te másoktól válsz, hogy segítsenek rajta. Szóval mindenkinek azt a kis napi hősiességét meg kéne csinálni, és azt a kicsit megteszi, ami tényleg nem sok, akkor egészen máshol tartanak.